tudás alapúvá válik ez a világ. Tehát minél több, minél jobban felkészült, minél kreatívabb és minél lényegesebb kérdésekre választ adni tudó szakemberek élnek egy társadalomban, annál sikeresebbek. 2 évvel ezelőtt végeztem, viszont nem itt az ELTE mesterszakon, hanem a Közép-Európai Egyetemen, ami ugye egy amerikai és magánegyetem, mert ez nekem egy kicsit hátrány volt a Közép-Európai Egyetemen, hogyha magyar témába dolgoztam, akkor nem nagyon értették, hogy mit csinálok pontosan. Nekem a kutatási témám az egy specifikusan magyar dolog, tehát nem csak globális szakirodalmat kell hozzáismerni, hanem magyar szociológiai szakirodalmat, illetve ami szintén nagyon-nagyon fontos, ez pedig a módszertan, amire nekem nagy szükségem van, és mindig egy kicsit gyengébbnek is érzem magam belőle, hogy itt azért az ELTE-n nagyon erős mind a kvantitatív, mind a kvalitatív lába a módszertan képzésnek. Én ide jártam alapszakra is, és ez az igazság, hogy volt több olyan tanárom is, aki nagyon inspirált engem. Azt gondolom, hogy borzasztó nyitottak arra, hogy a fiatalokat képezzék, nagyon sok lehetőséget nyújtanak arra, hogy az ember kutatásokba bekapcsolódjon, hogyha szeretne. Nagyon támogatják azt, hogy a fiatalok is kialakítsák a saját kutatási területüket az adott témán belül. A doktori iskola tehát egy tudományos közösség, amelyben tudós jelöltek vannak, és tanárok segítik a tudós jelölteket, ahhoz, hogy ők a tudományos karrierjüket megcsinálják, megalapozzák, és elindulhassanak a tudományos pályán. Igazi intellektuális kihívás mind a tanároknak, mind a diákoknak, és egy közösség. Egy közösség, aminek az a célja, hogy leüljünk, és gondolkodjunk, és beszélgessünk, és mindenki megpróbáljon valami olyat kitalálni, és valami olyat végigvinni egy kutatással, amellyel hát egy ismeretlen világot tud felfedezni. Gyakorlatilag a doktori iskola mondjuk első 3 éve alatt próbáltam minél több tapasztalatot szerezni, akkor már nagyon-nagyon élveztem azt, amit csinálok, tehát hogy nagyon különböző társadalommal kapcsolatos témákkal foglalkoztatok, hogy egyre különböző szempontokból láthatom a társadalmat, hogy mindenféle új módszereket próbálgathatok ki. És a 3 éves időszak után pedig felvettek tanársegédnek az ELTE-re. Ekkor már összeállt a fejemben az, hogy a diszertációban pontosan mit szeretnék megírni, és hát utána jött a kemény 2 év, amikor ezt meg is írtam. És így végül 5 év alatt befejeztem a doktori iskolát. Ami engem meglepett, én ezt nem is mondtam a piaci részen senkinek, és aztán kiderült, hogy ezt igazából kellett volna, mert hogy ez egy fontos szempont, ez igenis számít, ez igenis sokat nyomalatban. Tehát én azt látom, hogy a piacon is sokkal jobb lehetőségekhez jut az ember akkor, hogyha van egy doktori fokozata.